Ön nyerte meg most az önkormányzati választásokat Rózsaszentmártonban. Mik lesznek az első és legfontosabb teendők? Hát ez a ciklus már a harmadik ciklusom a polgármesteri székben, és meg kell folytatni azokat a munkálatokat, amik már elkezdődtek a második ciklusban. A legfontosabb talán, hogy a következő év folyamán el kell készíteni majd a csapadékvízelvezetésnek a terveit, engedélyeit, és be kell hozzáadni a szükséges pályázatot. Tudtommal pont a mai napon nyílt meg erre vonatkozóan egy pályázati forrás, a 3.2.1, illetőleg ezen pályázatnak a beadása után szükséges majd a község útjainak a rendbetételére, erre kell bejutani majd egy másik pályázatot. Hogyan áll most a településen a csatorna beruházás? Ez a szennyvíz beruházás egy nagyon nagy beruházás a község életében, a legnagyobb gyakorlatilag a község fennállása óta. Ez közel egy milliárdos beruházásról van végül is szó. Most van már folyamatban a szerződéskötésnek az előkészítése, ami meg fog történni két héten belül a Svitelszki Magyarország Kft.-vel. Még aznap tartunk egy lakossági fórumot csak ezzel a beruházással kapcsolatosan, és még ebben hónapban meg lesz az alapkőretétel és a szennyvíz terepnek a területén, ahova várjuk majd a miniszter urat vendégként.